Magyarországon egyre nagyobb problémát jelent a hajléktalanság. A hajléktalanok száma a 2012-es adatok szerint elérte a 30 ezer főt. Közülük 8000-en élnek Budapest utcáin. A hajléktalan szállók viszont csak 5000 embert képesek befogadni. Az alaptörvény negyedik módosítása jogellenessé minősíti az életvitelszerű közterületi tartózkodást. Budapest főpolgármestere szerint a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében van szükség a hajléktalanok büntetésére. Azt kérdeztük a járókelőktől, mi a véleményük erről az intézkedésről. Helyes-e, hogy ma Magyarországon büntethető a hajléktalanság? Ismeri szerintem ezt a fogalmat, de beszéljünk róla. Szerintem az rossz dolog. Ezt én felháborítónak tartom. Ugyanakkor azt is felháborítónak tartom, hogy egy ember arra kényszerüljön, hogy nincs lakása, nincs állása. Szerintem ez egy személyiség, emberellenesség. Na most, ha ennyire ezerre kampányolnak azzal kapcsolatban, hogy hú, emberekért vagyunk, meg a népért, akkor ne csináljanak ilyet. Ez egy mocsok dolog. Biztos van egy réteg, aki azt mondja, hogy nem akar bemenni otthonokba, vagy ilyen szállásokra, de én azt gondolom, hogy a nagy átlag az nem jó kedvéből kerül az utcára. Ha nagyon akarnánk, akkor el tudnánk menni valamit dolgozni, mert ugye egy önkormányzat meg ilyenek kirendelt munkákat tudnánk nekik adni. Nem értek együtt vele. Már nem tehet róla. Nem mindenki tehet róla erről, hogy hajléktalan. És a legtöbb nem szorul arra, hogy így különböző ilyen parkolókban vagy házak környékén éljenek és kolduljanak. Ilyen nincs a Földön. Hát ez milyen mocskos dolog ez. Hajléktalanokat azért megbüntetünk, mert kint van az utcán. Azt miből fizetik ki? Semmiből hát. Nem tudják kifizetni, mert azért... Én azt mondom, hogy legyen rend a városban. Mert az nagyon balkánias, olyan Budapest, mint hogyha lennénk valahol, nem tudom, Montenegróban vagy valahol. Vagy Isztambulnak a 40 évvel ezelőtt. Szerinted miért vannak az utcán? Azért, mert nincs otthonuk, és nem tudják, hova menjenek, mit csináljanak. Nem. A mostani elszerint nem tartom helyesnek. Így elítélem, ha lenne valami alternatív rendszer, ami nekik megoldás jelentene, akkor helyesnek tartanám. Hát kicsit szomorú, másképp kéne ezt megoldani. A szociálisabban kéne megoldani. Nem szabad valakit olyan dologért büntetni, ami neki magának a legrosszabb. Nem egészen tartom helyesnek, hogy meg... Szerencsétlen nem tud máshol menni, hát engem nem zavar, ha itt vannak, csak ne tarháljanak, mert az úgy idegesítő, de tőlem itt lehetnek nyugodtan. Segíteni kellene, lehetőséget kellene nekik adni, és az ilyen akció, amikor büntetik őket, ez azt jelenti, mintha bűnözők lennének. Valaki megérdemli, de nem mindenki minden esetben, mert mondjuk olyan beteg, az nem érdemli meg. Mert mindenkinek tisztességes munkát kellene biztosítani, és az alkotmányban benne kellene lenni a lakhatáshoz való jognak, nincs benne.